Folytatjuk akkor energiakörképünket így nemzetközi szinten. A következő ország, amivel foglalkozunk, a szomszéd Ausztria. Vendégünk pedig is vonalban van dr. Kótai Szarka Klára jogász, aki, ha minden igaz, Bécsből jelentkezik be hozzánk. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban. Üdvözlöm én is, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, és köszönöm a megkeresésüket. Nos, Bécssel kapcsolatosan olvastam azt, hogy Németországhoz hasonlóan ott is vannak rezsitámogatások, ilyen egyszeri megoldások. Jelenleg hogy is néz ez ki? Mit lehet erről tudni? Igen, hát március óta már elég nagy akciózás van Ausztriában, negatív és pozitív irányba is. Tehát amint itt a robbanásszerűen megemelkedő gáz és olaj árak kiderültek, és ezt úgy nagyjából az emberek is fölfogták, a kormány sürgősen bejelentette, hogy különböző támogatások lesznek, városi igazgatás is, mert bizonyos reszortok a városokhoz tartoznak. Most a legelső ilyen volt, például Bécs városában, ahol én élek, hogy a Wien Energy, amelyik 100% a Bécs városához tartozó energiaszolgáltató, küldött ki egy értesítést, amely érdekes módon volt benne egy levél a kormánynak a fejlécével, hogy 150 euró támogatást kapok, meg hát nem csak én, hanem nyilván más háztartás is. Háztartás is egyszeri alkalommal. És ezt majd valamikor évvégén megkapjuk, mert októberig kell kitölteni a formanyomtatványt, amit kiküldtek, hogy megigénylem, mert aki nem igényli meg, az nem is kapja. Aha. Tehát ez nem automatikusan megy. Egy kis bürokráciával vagy online, jár akkor, vagy adminisztrációval. Így van. Ez volt az első, aztán jött a nagy bejelentés, a úgynevezett Entlastungspaket, tehát ami a polgárokat tehermentesítő, egy olyan csomag, amiben benne van az az általános adócsökkentés is, amit már a választások alatt megígértek kormány részéről, tehát mondjuk ez igazán összecsaptak mindent, mert ennek akkor is meg kellett volna történnie. Ha nincs válság. Igen. Így van. Ez milyen adócsökkentés? Tehát dobáloznak ugye a számokkal, ez olyan jól hangzik, hogy 2022-től 26-ig 28,7 milliárd eurót kapnak az osztrák polgárok, és hát ebben olyan dolgok benne van, hogy van egy ilyen kalt progressziónak hívják ezt Ausztriában, hogyha valakinek megemelik a fizetését, de akkor a bruttó ja, úgy megemelkedik, hogy utána, ha levonják, nettóban mégis kevesebbet kap. És ez évtizedek óta egy probléma Ausztriában. Na most ezt úgy próbálták most egy új adó reformmal korrigálni, hogy ezt kiküszöböljék, tehát arra vigyázni kell, hogyha valaki fizetésemelést kap, akkor semmiképpen ne kerüljön be egy új adókategóriába, hanem nettóba is többet kapjon, mint előtte. Igen, igen. Ez az egyik. Aztán az úgynevezett Lohnnebenkosten, tehát ezek azok a mellékes költségek, ami nem adó, ugye, hanem társadalombiztosítás és egyéb ilyen dolgok. Na hát ezt aztán nagyon nagyon csökkentették, mert 0,3%-kal fogják 2023-ban csökkenteni, és pillanatnyilag ez 31%-ot tesz ki. Jó, magas. A bérekben.
Tehát azért ez a 0,3%. Nem túl sok. Igen. Aztán jönnek a különböző célcsoportoknak, ugye hát a családok, ahol van egy családi pótlék, akkor ott kapnak egy egyszeri fizetést, 300 eurót, a 180 euró gyerekenként, uh-huh. De van olyan is, hogy akik például hallgatók, egyetemi hallgatók kapnak ilyen segítség, ahogy hívják, az ösztöndíjat, aha. Szociális ösztöndíjat. Szociális, a Sturienbel hív, az szociális uh-huh. ösztöndíj, vagy szociális segély, ott körülbelül 300 eurót kapnak egyszerre. Tehát ezek nem havi fizetések, hanem egyszeri fizetések, amit mindenki kritizál, uh-huh. mert az emelkedés, az infláció... Hát ez hosszú távú. Így van, és fokozatosan emelkedik. Például ma reggel jelentették be, hallottam a hírekben, hogy az infláció júliusban Ausztriában 9,2%, uh-huh. ilyen már 50 éve nem volt. Igen. Igen. Hát most, nálunk 10 fölötti. Igen, ja. De ahhoz képest, hogy az osztrákok nincsenek hozzászokva. Meglepi és őket. Ez egy eurós állam, tehát ugye, nyilván az osztrák, vagy a magyar forintnál mindig is volt egy magasabb infláció, mert az egy gyenge hát, valuta. Igen, igen, ja? Sajnos. És ráadásul rá van kapcsolva az euróra, tehát hogyha az euró gyöngül, akkor a forint még egyszer gyöngül. Igen. Sajnos. Igen. Na de ez mondom, az osztrákoknál ez nem szokásos, és most már azt is tudták mérni, hogy csökken a fogyasztás, tehát ez azt jelenti, hogy az emberek már takarékoskodnak, mert félnek, hogy majd nem tudják kifizetni a villany meg gázszámlájukat. Na, itt álljunk meg egy szóra. Ausztriában milyen szinten vannak most a rezsiszámlák? Hát a rezsiszámlák, ez azért érdekes, mert a bejelentések ismét a különböző áram- és gázszolgáltatóktól majdnem, hogy pánikot okoztak az embereknél, ugyanis 100%-os, 96 meg 100, sőt, valahol láttam, 124, ja, nem, igen, 120-valahány százalékos emelések is vannak, uh-huh. És ami még most nem érezhető, mert ugye úgy van itt a gáz és az áramfizetés is, hogy vannak ilyen negyedéves... Leolvasás? Nincsen leolvasás, hanem egy évben egyszer olvassák le, és az, hogyha túl sokat fizet valaki, és úgy kéri, akkor havonta, havi részletbe fizetheti, de az általánosabb az, hogy negyed évenként fizetnek az emberek, egy uh-huh. ilyen általányból egy negyedéves rész, csak az év végén, mikor leolvassák, akkor van az elszámolás. Igen. Na most eddig úgy volt, hogy már az utóbbi években is emelkedett. Én emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt még megtakarításom volt, néha még vissza is fizettek valamit, de az utóbbi 2-3 évben már erősen emelte a bécsi áramszolgáltató, mindig általában a világpiaci ára hivatkoznak, de mindig van valami. Uh-huh. Azt is kell tudni, hogy az áram ára az abban a számlában, amit én fizetek havonta, körülbelül 50%-ot tesz ki. Uh-huh. A többi az, amit fizetek a áram vezetékért, tehát hogy egyáltalán ide jön hozzám az áram, meg a különböző adók, amit ne kérdezzen, hogy mi, mert én vállalati tanácsadó vagyok ugyan, de nem adótanácsadó, uh-huh. és ez olyan borzasztóan bonyolult. Igen, hogy nem, ne is menjünk bele.
Igen. Igen, 50%. Tehát körülbelül most egy kilowatt gázt, hát különböző, minden az Ausztriában különböző, ugye minden tartományban. Meg attól is függ, hogy milyen szolgáltató, de úgy átlagban 1 kW 30-35 centbe kerül. Ez azt jelenti, hogy egy átlag háztartás, amelyik Ausztriában kb. 15 ezer kWh-t fogyaszt, évben, az kiszámoltam, hogy 5250 euróba kerül egy évben. Hú, az szép. Az áramnál ott 20-tól 42 centig van, mert például Tirolban nagyon olcsó, teli vannak vízzel, és ott nagyon olcsó az áram, viszont Bécsbe vagy Karintiába ott sokkal drágább, és áramból egy átlagos háztartás 3500 kWh-t fogyaszt, az 700-tól 1470 euróig van. Hát ugye ezek mind átlagok. Igen, persze. Igen. Azt lehet tudni, hogy az osztrákok így az őszi-téli időszakra hogy készülnek? Egyáltalán készülnek-e? Tehát felfogták, hogy esetleg itt drasztikus emelkedések jöhetnek még, illetve én azt olvastam, hogy azért a kormány készül valami árplafonos megoldást is kitalálni. Hát természetesen, hogy készülnek, illetve mondom, félnek. Tehát itt már erősen, ez látszik azon is, amit előbb említettem, hogy már 2%-kal egy hónap alatt csökkent a fogyasztás, tehát az általános fogyasztás, és így cikkeknek a vásárlása, ugye? Ami hát a gazdaságnak rossz. Igen. Mert spórolnak arra, hogy hú, majd akkor ki kell fizetnem az év végén, ha jön a gáz meg az áramszámla. És ez azért nem alaptalan, hogy félnek, mert az első nagy bejelentés még májusban volt, az 51%-ban az osztrák államhoz tartozó, tehát az ő tulajdonában lévő Verbundnál, energiakoncern, ez a, így hívják, hogy Verbund, és ők csak tiszta vízenergiából csinálnak áramot. Most ők simán májusban bejelentették, hogy 163,38%-kal felemelik az áramárát. Erre mindenki kibukott, sokkot hogy kaptak. Hát milyen alapok, mert hogy a gáz meg az olajáremelés, az valahogy február után már mindenkinek eljutott a tudatába, hogy itt problémák lesznek, ugye a háború, minden, meg már előtte is voltak ilyen hangok, hogy emelik. Tehát ez, de hogy az, aki tisztán csak a vízből nyer energiát, ilyen bejelentést tesz májusban. Na ja, hát erre aztán fel is jelentették őket. Tehát most folyik egy fogyasztó feljelentet, és most folyik bíróság előtt, vagy hogy kitűzték, ezt nem tudom, csak olvastam valahol, hogy feljelentették őket. És a Verbundnak a elnöksége azzal védekezett, hogy hát végtelen sajnálják, de ők egy részvénytársaság, és az áram és a gáznak az árát az európai energiabörzén határozzák meg, és miután ott fölmentek az árak, nekik is föl kell emelni. Hát, jó kis magyarázat. Hát igen, ezt mondjuk józan észre nem lehet. A másik az úgynevezett távhő, amit Bécsben szemétből állítanak elő, tehát szemét égetésből állítanak elő, és 440 ezer bécsi háztartást érintett, általában a szegényebb rétegek, mert ezek az úgynevezett szociális lakásokat, ami... Ja, azokat fűtik így. A gemeinde vonunknak hívják, igen, azokat fűtik ezzel. És ők bejelentették, hogy júniusban, de minden hónapban jön valami,
hogy 96%-kal felemelik az árát. Csak azért nem 100-dal, gondolom, hogy az emberek ne rögtön azt mondják, hű, most duplájára felemelték nekem a elképesztő. Na, tehát azt látni, hogy tényleg megy föl mindennek az ára, egyébként elégedetlenséget, kiakadást lehet így érzékelni a társadalomban? Hát igen, lehet, mert még visszatérnék az ön kérdésére, hogy erre egy ilyen, a kormány akar esetleg egy ilyen ársapkát, igen, ugye így hívják Magyarországon? Igen, ársapka. Hát nem akar. Nem akar. Nem annyira akar? Nagy a tiltakozás, nem. Alsó Ausztriában, ahol most választások vannak, tartományi választások vannak, ott dobta be a köztudatba a kormány, tehát a tartományi főnöknő, Michael Leitner, a köztudatba, hogy ő egy ilyet akar, mint ami a magyaroknál van. Uh-huh. Erre a kormányból is, a saját pártjából is, ugye, mert Ausztriában zöldek és a keresztény demokraták, az ő fajta, az osztrák néppárt van a kormányon, ott is mondta, hát ez szóba sem jöhet, itt vannak ezek az egyszeri támogatások, és annak elégnek kell lenni, és hát szóval most különböző variációk vannak, hogy esetleg áfából engednek, vagy ilyen megoldásokat, tehát ilyen adójellegű megoldásokat, illetve egy dolog, az benne van ebbe a csomagba is, amit meghirdettek, hogy eddig, illetve még most is, mert az ezébe is, fizetünk a villanyszámlában egy bizonyos összeget, amit ökostrómförde bejtrágnak hívnak. Uh-huh. Ez egy arra van, hogy amiből építik az új szél erőműveket, meg minden olyan áramgerjesztőt, vagy áramtermelőt, ami ökológikus, tehát fotovolták, napelem, minden, ami ebben... Megújuló. Igen, megújuló, biomassa, ez az. Na most ezt eltörlik. Uh-huh. Nagy kegyesen. Aha, értem. Hát meglátjuk, mert a magyar sajtóban egyébként lejött egy olyan hír, a napi.hu írja, hogy a kormány az árplafon bevezetését tervezi, egyelőre csak a villamos energiára korlátozódna, és ősszel dolgozzák ki, de hát meglátjuk, hogy akkor kidolgoznak-e ilyet, vagy sem. Minden esetre az biztos, hogy ezek szerint akkor Ausztriában is az egekbe emelkedtek az energiaárak. Nagyon szépen köszönjük, sajnos lejárt az időnk, dr. Igen. Kótai Szarka Klárának nagyon szépen köszönjük a helyszíni tudósítást és beszámolót, fogunk még foglalkozni biztosan az osztrák helyzettel is. Most elköszönünk, minden jót kívánunk, viszont hallásra. Köszönöm én is, és köszönöm a megkeresést, viszont hallásra. Köszönjük.